Akár már ezen a héten elindulhat az első nyugdíjas szövetkezet. Már jelentkezhetnek azok, akik a nyugdíj mellett dolgozni szeretnének, akár a pénz miatt, akár azért, mert kedvük és energiájuk is van. Még júniusban fogadta el az erről szóló jogszabályt az országgyűlés. Az eddigi tapasztalatok szerint mindkét oldalról, tehát a cégek és a nyugdíjasok oldaláról is nagy az érdeklődés. Fábián Barna kollégámnak két vendége is érkezett a témában. Jó reggelt kívánok! Köszönöm szépen, jó reggelt kívánok Monspár Saroltának, az idősügyi tanácstagja, kezét csókolom, tájfutó világbajnok, szeretettel köszöntöm, Nyitrai Zsolt, miniszterelnöki megbízott, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Mennyire előnyösebb az a szövetkezetbe tömörülnek a nyugdíjasok, mint hogyha egymaguk keresnének munkát? Jó reggelt kívánok, tisztelettel köszöntöm a ma reggel nézőit. Hát én véleményem szerint sokkal előnyösebb, hiszen összefogva együtt mindig hatékonyabban és gyorsabban lehet előre jutni. Ez a nyugdíjas szövetkezeti dolog, ezt ugye, ahogy a kolléga is említette itt a felvezetőben, júniusban fogadta el az országgyűlés, tehát lassan elkezdenek megalakulni terveink és reményeink szerint ezek a nyugdíjas szövetkezetek. Ez 10 nyugdíjas alakíthatja meg, öregségi nyugdíjasnak kell lenniük. Ez a minimum létszám. Így van, igen. Gyakorlatilag ez ugyanúgy működik, mint a diák szövetkezetek, talán ezeket már ismerik a televízió nézők, és nagyon kedvezményes szabályok vonatkoznak erre, hiszen csak egy 15%-os SZIA levonásra kerül sor, és egyéb adó, illetve járulék fizetési kötelezettség nincsen ebben az esetben. Én bízom benne, hogy ez egy népszerű termék lesz, és azok a nyugdíjas honfitársaink, hiszen több mint 2 millióan vannak, és hát tisztelettel és megbecsüléssel tartozunk a nyugdíjasoknak, akikben még van energia, és úgy érzik, hogy ők szívesen dolgoznának nyugdíj mellett, akkor ezt meg tudják tenni. Azért is fontos ez, mert nagyon komoly szaktudás és tapasztalat van a nyugdíjasoknál. Ugyanakkor a piac bizonyos részein munkaerőhiány van. Csak egy példát említsek önnek és a televízió nézőknek. Tavalyi esztendőben egy országos kereskedelmi bolt hálózat, egy áruházlánc 3 millió munkaórát kívánt értékesíteni a diák szövetkezeteknek, a fiataloknak, és hát ők ebből éves szinten pusztán 2 millió munkaórát tudtak megoldani, tehát 1 millió munkaóra ott van még szabadon, ami akár lehet a nyugdíjasoké is. Természetesen nem kötelező dolgozni nyugdíj mellett, hanem ez egy önkéntes dolog, szabadon választható. Aki érez magában energiát, az most a nyugdíjas szövetkezeti konstrukcióban ezt meg tudja tenni a jövőben. A nyugdíjasok hogy állnak hozzá? Van, aki azt mondja, hogy alig várom, hogy nyugdíjba menjek és pihenhessek, van, aki meg azt mondja, hogy pénteken nyugdíjba mentem, na most hétfőn mit csináljuk? Pontosan így van, de én abba tartozom, aki nagyon nem örültem, hogy elküldtek nyugdíjba, és sokan vagyunk így, és ebben látszik talán egy picit véletlen, hogy a nők, mivel többen idősödünk, és kicsit jobban idősödünk, mint a férfiak, tehát többen fogunk menni dolgozni vissza örömmel, különösen azok például, akik a nők 40-nel nagyon korán elmentek nyugdíjba, szinte még fiatalok, pláne a 70-esekhez képest, és akkor a unokázás mellett, mert ez is egy nagyon jó dolog, el tudnak menni még dolgozni, akár a kiskereskedelembe, akár a vendéglátóiparba. Akár... Szomszédokban Lenke néni például. Vagy könyvelőnek. Szóval ez egy nagyon jó dolog, és még amiért nekünk fontos, és akkor maguk még nem tudják, mert fiatalok, hogy nem jó, amikor leírja az embert a társadalom. Tehát igen, szükség van ránk, szükség van a tudásunkra, és mi adjuk is. És mellékesen kapunk pénzt érte. Van egy táblázatunk, majd megmutatjuk azt is, hogy a nyugdíjasok számának alakulása, és mekkora az álláshelyek száma. Itt is van egy másik, a nyilvántartott álláskeresők száma, csak úgy rá kattintunk, mindjárt jön a másik táblázat, hogy gyakorlatilag régiónként változik az, hogy mennyi az üres álláshelyek száma. Itt is van nyilvántartott álláskeresők számának változása. Mindenhol csökken, kivéve a észak-magyarországi régió, tehát csökken az álláskeresők száma, ugyanakkor a betöltetlen álláshelyek száma viszont növekszik, tehát itt is bejöhetnének a nyugdíjasok. Bízunk benne, hogy ez így lesz. Az egyik újságíró kollégája múlt héten megkérdezte tőlem, hogy hát mire számítunk, hogy az ország melyik részében fogják ezt jobban igénybe venni a nyugdíjasok, mely részében kevésbé. Én azt mondtam, abban bízom, hogy ez egy sikertörténet tud lenni, és hát ott alakulnak majd nyugdíjas szövetkezetek, ahol az emberek, a nyugdíjas honfitársaink úgy döntenek, hogy megalakítják ezeket a szervezeteket. De kicsit visszamennék egyébként az időben, mert 2010-ben kötöttünk egy szövetséget a nyugdíjasokkal, még akkor kormányra készülve a Fidesz és a KDNP. Akkor azt mondtuk, hogy bármi történjen az országon belül vagy az országon kívül, arra mindenképpen ügyelni fogunk, hogy a nyugdíjak vásárló értékét
azt meg tudjuk őrizni, azt meg tudjuk tartani. Ez így is történt, hogy említettem, több mint 2 millió nyugdíjas honfitársunk van, és egy sor olyan döntés volt még, ami meghatározza pozitív értelemben a nyugdíjasoknak a mindennapjait, ilyen például a rezsicsökkentés, mely a éves szinten átlagban 100 000 forintot tud megtakarítani egy nyugdíjas, de például az alapvető élelmiszerek áfájának 27%-ról 5%-ra történő csökkentése, tojás, baromfi, tej, ez is érinti egyértelműen a nyugdíjasokat. Hol számítanak egyébként a nyugdíjasokra? Nyilván a idősügyi tanácsban is szó volt erről. Nem volt szó még, de lesz most biztos, igen, tehát amit mondok, azért az csak egy tagnak a véleménye, de én a gyalogló klubokban több kerületbe vezettek, ősszel-tavasszal gyaloglást gyalogolunk közösen, nyugdíjasokkal, és mondtam nekik tavasszal, lányok, házi feladat nyárra, hogy ha alakítunk egy ilyen szövetkezetet, vagy megyünk és jelentkezünk, akkor mit csináljunk? Na most gondolja, hogy a 10 csajból 13 féle foglalkozás került pillanatok alatt, akarnak. Ebben egy picit benne van, hogy aki fizikailag aktív, az szellemileg is aktív. Tehát én azt mondom, hogy most készüljetek nyáron, 60-on felüliek, nyugdíjasok, és nyáron van munka, szóval csináljuk a befőzéstől kezdve sok mindent, unokaőrzésig, rohangálás, négykézláb a Balatonon, stb. De hogy akkor ősztől egy kis munkával egészítsük ki. Nagyon szépen köszönöm. Köszönjük a meghívást.